Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz? Akkor csatold az öveket és lépj be hozzánk a Parallaxisba. Parallaxis. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Csabával, aki mérnök, Miklóssal, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az űrszekerek.hu tudományos és fantasztikus podcastje. Sziasztok, ez itt a Parallaxis 35. adása. A mikrofonnál Horváth Ádám Tamás, de itt vannak állandó műsorvezető társaim, Csaba és Miklós. Sziasztok, fiúk! Sziasztok, és sziasztok, kedves hallgatók! Sziasztok! No, hát egy nagyon izgalmas néhány napon vagyunk túl, ugyanis az Ig Nobel-díj átadás után végre megtörtént az igazi, valódi Nobel-díj átadás is. Nagyon izgalmas kutatásokért kaptak Nobel-díjat a díjazottak. Így van, hát most már elmondhatjuk, hogy amikor ezt rögzítjük, ezt az adást, addigra már bejelentették a fizikai Nobel-díjat, bejelentették az orvostudományit és a kémiait, sőt, most már az irodalmit és a béke Nobel-díjat is bejelentették, de fontos, hogy csak bejelentették, ugye, tehát az átadás az mindig sokkal később történik, tehát ez pontosan az, amikor maguk a díjazottak is megtudják, úgyhogy ez megtörtént. Az egy jó kérdés amúgy, hogy a koronavírusra való tekintettel hogy fog megtörténni az átadás, hiszen korábban a Parallaxis is hírt adott arról, ugye a Parallaxis blog, hogy bizony lehet, hogy idén online lesz majd a díjátadó. Aztán olyan hírek is napvilágot láttak, amely szerint a díjátadó majd meg lesz tartva azért csak nagyon kevés meghívottal. Tehát, hogy most azt hiszem, itt még nincs teljes konszenzus, de egy biztos. Most már tudjuk, hogy kik kapják a díjat. És ami a fizikát illeti, ott természetesen nagyon örültem az idei díjaknak, mert megérdemelt és régóta várt díjak kerültek kiosztásra, olyan értelemben, hogy évek, de lehet, hogy évtizedek óta beszéltünk arról, hogy például Roger Penrose-nak, illetve hát vele együtt Stephen Hawking-nak a fekete lyukak matematikai megalapozásáért illene Nobel-díjat kapniuk. Hát ugye tudjuk, hogy Stephen Hawking meghalt 2018-ban, és természetesen a Nobel-díjat nem lehet a Alfred Nobel végakaratának megfelelően nem lehet poszthumusz adni, úgyhogy Stephen Hawking nem kaphatott Nobel-díjat, de akivel együtt, tehát gyakorlatilag évtizedeken keresztül együtt dolgozva fektették le a fekete lyukaknak a fizikai és matematikai hátterét, Roger Penrose, Sir Roger Penrose, ő most végre megkapta a díjat, és legalább ennyire megérdemelt volt, hogy két olyan kutató is kapott, akik igazolták, hogy ilyen fekete lyukak valójában tényleg léteztek, például okáért konkrétan a szupermasszív fekete lyuk, ami a tejútrendszerünk középpontjában található. Ugye ez például Andrea Ghez, aki minden idők negyedik női fizikai Nobel-díjasa, ez szégyenletesen alacsony szám, ugye a 216 díjazottból csak 4 nő van, de most már legalább van 4 nő, nézzük így a dolgot, és hát reméljük ennél már csak javulni fog az arány. De ő volt például az, aki azt a kutatócsoportot vezette, amelyik konkrétan infravörös tartományban meg tudta figyelni a tejútrendszerünk közepén levő hatalmas nagy, sok százmillió naptömegű fekete lyukat, ami a galaxisunk középpontjában van. Nyilván nem magát a fekete lyukat figyelték meg, hiszen ezt nem lehet látni, hanem azt, hogy körülötte hogyan keringenek a csillagok, és ebből egyébként a fizika már a 17. század óta ismert Kepler törvényeit felhasználva ki tudták számítani, hogy mekkora naptömegnek kell ott lennie, mekkora tömegű égitestnek kell ott lennie, ami a galaxisunk középpontjában van, és hát ez annyira nagy tömeg volt egy olyan kicsi helyre összezsúfolva, hogy arra következtettek helyesen, hogy ez csak is egy fekete lyuk lehet, tehát ezzel tényleg első között igazolták Andrea Ghez csoportja, hogy ilyen tényleg létezik, és hasonló módon Reinhard Genzel Németországból is ugyanúgy azért kapta meg a harmadik díjazottként szintén most a díjat, mert ők is részt vettek a fekete lyukak, szupermasszív fekete lyukak megfigyelésében.
Tehát ők azért kapták a Nobel-díjat, mert igazolták mérések alapján, megfigyelések alapján, hogy a Sagittarius A az ott van a tejútrendszer közepén, vagy a tömegét tekintve igazoltak olyat, ami Nobel-díjat ért. És ezt azért kérdezem, mert hát gyakorlatilag az elmúlt 10, de akár talán 20 év különböző tudományos műsoraiban és tudománnyal foglalkozó oldalakon, vagy bárhol máshol, ahol ez a téma, teljesen evidensnek vették és vettük, hogy igen, a tejútrendszer közepén ott van a Sagittarius A, és persze, szupermasszív fekete lyukak ott vannak mindenfele a különböző, az univerzumban a különböző galaxisok közepén. Hát azt lehet tudni, hogy a Sagittarius A azaz tejútrendszer közepén van, ezt mindig is tudták tulajdonképpen. A kérdés az volt, hogy mi a Sagittarius A. Tehát azt tudták, hogy az egy például egy rádió forrásként ismerték ezt az égi testet, de nem tudták, hogy ez micsoda. Az persze megérne egy egész adásnyit, hogy azt most nem megyünk bele nyilván, hogy hogyan következtették ki, hogy pont a nyilas csillagkép irányában pont ez az a pont, amely abban az irányban van, amerre a mi galaxisunk közepe van. Ez persze nem egy egyszerű kérdés nyilván, mert persze ugye mi az éléről látjuk az egész galaxis korongunkat, ugye ez maga a tejút, amit látunk egy szép nyári éjszakán, és hát az egy igen komoly és egyáltalán nem triviális forradalom volt, hogy rájöjjenek, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen egy korongalakú galaxisban vagyunk benne, és azt látjuk az éléről nézve, és aztán pláne még azt kitalálni, hogy ennek merre van a közepe, azt szintén nem volt egy triviális ügy, de hát ez sokkal régebben megtörtént, tehát ezt már beazonosították, már bőven a 80-as, 90-es években már jól lehetett ezt tudni, hogy a Sagittarius a csillagképnek ez a része, vagyis a nyilas csillagképnek ez a része van abba az irányba, ahol a tejútrendszer a középpontja helyezkedik el. Ezt egyszerűen csak abból is lehet látni, hogy arra a legsűrűbb, ugye arra látjuk a legtöbb csillagot, nyilván a galaxis közepe felé egyre inkább sűrűsödnek a csillagok, hogyha így ránézünk az éléről nézve, és hát pontosan ez volt az a hely. És egyébként épp emiatt baromi nehéz megfigyelni bármit, ami ott van, mert ott kb. Egymást érik a csillagok komolyan, olyan sokan vannak, meg persze gázködök is vannak, hogy gyakorlatilag egyébként a látható fény tartományában ezt a régiót nem is nagyon lehet megfigyelni. Tehát a rádió és az infravörös sugárzása alapján azonosították ezt a Sagittarius A forrást, de nem tudták, hogy az mi. És természetesen voltak már olyan elméletek, amik azt mondták, hogy ez egy bizony egy fekete lyuk. De persze, ahhoz, hogy valamiről ki tudjuk jelenteni azt, hogy fekete lyuk, ahhoz nem csak a tömegét kell meghatározni nagy pontossággal, hanem azt is, hogy az az objektum mekkora, hiszen a fekete lyuk az olyas valami, amikor ugye nagy tömeget préselünk össze egy kicsi helyre, olyan pici helyre, hogy olyan mértékű úgynevezett téridő görbület jön létre, hogy onnan már a fény sem tud kiszabadulni. Ugye ennek a matematikai alapjait, hogy ilyet egyáltalán lehetséges csinálni, és ráadásul nem is nehéz csinálni olyan értelemben, hogy nem kell nagyon különleges feltételeknek teljesülnie ahhoz, hogy ilyen megoldások létrejöjjenek, azt bizonyította be Roger Penrose a 60-as években. De attól még ez csak elméleti konstrukció volt, egészen addig, amíg tényleg nem sikerült bizonyítani, hogy tényleg vannak olyan égitestek, ahol ekkora tömeg ilyen kicsi helyre össze tud sűrűsödni, és akkor ezt figyelte meg például az Andrea Ghez kutatócsoportja, ami nagyon komoly infravörös távcsövekkel és úgynevezett adaptív optika nevű nagyon ötletes és nagyon high-tech képalkotó eljárással meg tudták figyelni a csillagok mozgását pontosan ebben a nagyon sűrű és éppen ezért nehezen megfigyelhető középső részén a galaxisunknak. És csak egy mondatot erről, hogy mennyire fantasztikus ez a teljesítmény, hogy ugye a csillagok mozgása az ugye hozzá vagyunk szokva, hogy az iszonyatosan lassú. Tehát hogyha megnézzük a csillagképeket, hogy néznek ki, és mondjuk 20 év múlva megnézzük a csillagképeket, azok nagyjából ugyanúgy néznek ki, tehát csillagok mozognak egymáshoz képest is, csak baromi lassan. Például a mi napunk olyan 200 millió év alatt kerüli meg a tejútrendszer középpontját. Viszont ott a közepén, ahol pici hely van, és közel vannak ehhez a Sagittarius A-hoz a csillagok, meg tudtak figyelni Andrea Ghezék
olyan csillagokat, amik 15 év alatt, tehát egy megvárható, tehát egy megfigyelésekkel végigkövethető idő alatt megkerülik ezt a régiót, ezt a titokzatos objektumot. Ugye az a fekete lyuk, amikor látod, hogy valami kering valami körül, de nem látod, hogy mi az, hiszen az fekete, hogy a neve is mutatja, nem látod a keringés középpontját, csak azt látod, hogy valami rohadt nagy tömegnek kell nagyon kicsi helyen lenni, mert egy csillag 15 év alatt megkerüli azt a tartományt. Na, ilyesmiket sikerült lefényképezniük, és akkor onnantól már csak ki kellett matekozni, hogyha ilyen pici hely van, hogy 15 év alatt meg lehet kerülni, és ekkora a tömege, amit más módszerekkel ki sikerült találni, akkor az bizony a fizika mai állása szerint csak egy fekete lyuk lehet. És mégpedig egy szupermasszív fekete lyuk, ami tehát több mint 4 milliószor nehezebb, mint a napunk. És ez egy fantasztikus eredmény volt a maga idejében, és azóta persze ezt már sok független módon igazolták, és ezért kaphatta meg Penrose is a Nobel-díjat most, hiszen a Nobel-díjnak nem csak az a feltétele, hogy egy fantasztikus fizikai elméletet kelljen alkotni, ami tök jól hangzik, meg szép, hanem nagyon fontos, hogy kísérleti igazolás is legyen rá, és éppen ezért mondta Stephen Hawking, hogy hát sajnos valószínűleg soha életében nem fog Nobel-díjat kapni, igaza is lett, de Penrose most megkapta. Ezért mondom, nagyon megérdemelten. Nagyon örültem. Ha Stephen Hawking még élne, akkor ő is most Nobel-díjban részesülne? Részesült volna? Én azt hiszem, hogy igen. Én azt hiszem, igen. Annak ellenére, hogy az ő legnagyobb kontribúciója a fekete lyukak elméletéhez az az, hogy a fekete lyukakból kilép ez az úgynevezett Hawking-sugárzás, és idővel, de idő alatt nagyon-nagyon-nagyon sok, akár 100 milliárd éves időskálát kell érteni, a fekete lyukak elpárolognak. Nyilván ez a Hawkingnak a leghíresebb eredménye, azt hiszem ez kijelentető, tehát az életének az egyik fő műve ez, és természetesen ez olyasmi, amit tényleg nem tudnánk igazolni, és ez sajnos nem lehetséges, de azért azt hiszem, hogy önmagában a fekete lyukakkal és szingularitásokkal kapcsolatos kutatása miatt is megérdemelte volna, hogy ebben a mostani Nobel-díjba bekerülhetett volna, hogyha még élne. Hát sajnos már nem. Említetted, hát ugye nem látjuk, mert hogy a fekete lyuk fekete, ahogy a neve is sugallja, de hát azért egy szupermasszív fekete lyuk között azért nagyon, hát hogy úgy fogalmazzak, nagy az akréciós korong. Tehát azért ott a gázok nagyon-nagyon felmelegednek, ergo fényesen is világítanak. Tehát az oka, és most akkor nem a fekete lyukunkról, nem a Sagittarius A-ról beszélek, amire nehéz rálátni, hanem másik galaxis szupermasszív fekete lyukáról. A csillag sűrűség miatt nehéz oda belátni, vagy ennek más technológiai akadálya vannak? Most ugye nem olyan régen sikerült lefotózni gyakorlatilag. Pontosan, igen, erről akarok mesélni, hogy való igaz, hogy pontosan a csillag sűrűség miatt nehéz rálátni, és ezért vagyunk érdekes módon a sajátunkkal nehéz helyzetben, hiszen mi a saját galaxis magunkat az éléről látjuk, és sok csillag van útban. És az emlegetett projekt, amit mondasz, hogy sikerült úgymond lefényképezni rengeteg rádiótávcsővel egy másik galaxisnak a központi fekete lyukát, ami ugyan sokkal messzebb van, mint a sajátunk, az Event Horizon Teleszkóp nevű fantasztikus, egyébként szintén Nobel-díjas projektről van szó, ugye, ezt említetted, amivel tényleg egy nagyon-nagyon bonyolult eljárással sikerült képet alkotni egy másik galaxis belsejében levő fekete lyukról. Most ez azért volt egyrészt lehetséges, mert azt nem az éléről látjuk, hanem valahogy kicsit oldalról látunk rá, és ugye mivel ezek ilyen korong alakú galaxisok, ezért hogyha mondjuk úgy fölülről látunk rá, ha úgy tetszik, akkor ugye nincs annyi csillag az útban, és pontosan emiatt azt előbb sikerült lefényképezni, annak ellenére, hogy az Event Horizon Telescope egyébként a Sagittarius A fekete lyukról is akar képet alkotni, de még mindig nincsenek azzal készen, hiszen pont ahogy mondod, sok minden van a kép útjában. Ilyen szempontból tényleg varázslatos még egyszer, hogy ez a mostani Nobel-díj, ez mennyire nagy eredmény, hogy olyan közel sikerült férkőzni
az infravörös tartományú megfigyelésekkel ehhez a mi saját fekete lyukunkhoz, hogy tényleg lehessen olyan csillagokat látni, amik 15 év alatt megkerülik a galaxis középpontját, hát az van egy szenzációs, és hát máig teljesen elképesztő eredmény. Zárójelben talán érdemes megemlíteni, hogy ez az Event Horizon teleszkóp, ez nem egy teleszkóp, hanem egy teleszkóp rendszer a világ számos pontján, sőt az űrben is elhelyezett teleszkópok, rádióteleszkópok segítségével készítették. Így van, ahogy mondod. És nagyon sok ideig és sok helyről kell adatokat gyűjteni ahhoz, hogy azokat összekombinálva egy olyan nagy távcsőnek feleljen meg, mint ami akkora akár az egész bolygó, vagy akár még nagyobb is, hiszen mondod, hogy űrbeli rádiótávcsöveket is belevonnak már. Ezzel lehetővé válik az, hogyha ügyesen kombinálja össze az ember az adatokat, pontos időjelekkel ellátva, akkor bizony olyan, mintha lenne egy ilyen több százezer kilométer átmérőjű hatalmas rádiótávcsövünk, ami fantasztikus, de hát az egy piszok nagy munka, és az egy óriási kollaboráció, egyébként persze több százan dolgoznak benne, úgyhogy emiatt ott nem is lesz triviális amúgy, ha majd azért megadják a Nobel-díjat, hogy ezt ki fogja átvenni. Ugye a Nobel-díj törvény, a Nobel végrendelete sajnos kicsit idejét múlt, mert konkrétan tiltja, hogy a fizika tudományában konzorciumoknak adják a díjat. A Nobel békedíjnál nincs ilyen gond, az most is egy szervezet kapja meg, azt igen gyakran. És hát mi mindannyian Nobel-díjasok vagyunk, ha emlékeztek, mert maga az Európai Unió egyszer mint olyan megkapta a béke Nobel-díjat, tehát ott nincs ilyen gond, hogy hány emberből kell állni a szervezetnek, de sajnos a fizikában az van, hogy maximum hárman kaphatják meg egyszerre, ami elég ósdi, mert nyilván a Nobel idejében még rendszerint egyéni teljesítmények voltak a jellemzők a fizikában, most viszont már egyre gyakoribbak az olyan projektek, amikben tényleg, mint például az Event Horizon Teleszkóp, több százan dolgoznak együtt. Természetesen ezzel kapcsolatban és a többi Nobel-díjazott kutatásról is tudnánk még hosszan-hosszan beszélgetni, de minden friss információt a parallaxis.emtv.hu oldalunkon megtaláltok, folyamatosan hírt adunk a díjazottak személyéről, vagy a kutatásokról pontosabban. No, én amondó vagyok, hogy ezek után térjünk rá a mai adásunk témájára. Hát katasztrófa filmekről már beszélgettünk itt, de mi van akkor, hogyha már leomlottak a felhőkarcolók, mi történik azután, az őskorba megyünk vissza, vagy csak a középkorba, restartoljuk a civilizációt, elkezdünk fejlődni, vagy úgy maradunk? Tehát évezredeken keresztül ilyen kis mikroközösségeket, törzseket alakítunk ki. Nem lehetséges egy kicsit, hogy most is így élünk már valamennyire, tehát ilyen közösségi médiás buborékokban érlelődünk, nem nagyon nézünk ki, aztán, hogyha találkozunk valaki mással, akkor van egy jó nagy csattanás. Tehát érzem én ennek a körvonalait már a mai világunkban is. Illetve szerintem mindenkinek van egy olyan kollégája vagy családtagja, aki kifejezetten várja ezt az apokalipszis utáni helyzetet, és minden nap újra és újra előáll, hogy már nincs messze, és nagyon pessimista, és mindent elmond azzal kapcsolatban, hogy mit kell majd csinálni. Ti találkoztatok ilyennel, vagy ti magatok vagytok esetleg azok, akik ezt zajkózzák? Nem hiszem, mert akkor már itt a műsorban is mondtátok volna ezt párszor. Ez egy tök érdekes kérdés, mert az ember ilyen posztapokaliptikus világokra, vagy világvége helyzetekre gondol, akkor olyanok jutnak először eszébe, amit itt műsorban is már megtárgyaltunk, illetve megtárgyaltatok ti is, egy aszteroida becsapódása, vagy nem tudom, egy neutroncsillag belép a naprendszerünkbe, vagy bármi olyan, ami egy elkerülhetetlen nagy katasztrófával jár. Jó, utóbbi nagyobb katasztrófával jár talán, mint mondjuk egy kisbolygó ütközés, ha nem olyan nagy az a kisbolygó, de hát ki tudja. Szóval a lényeg az, hogy valójában viszont nem ez történik. Egy posztapokaliptikus világban, hát nem élünk most, de nagyon arra fele tartunk. Én szerintem ez nem úgy fog történni, hogy tényleg jön egy aszteroide, és Bruce Willis fölmegy megállítani, és feláldozza az életét, hopp, spoiler, hanem ez egy folyamat, nagyban a klímaváltozás hatására egy olyan helyzetben vagyunk, hogy azon az úton vagyunk, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogy folyamatosan változó, relatív élő dolog, ahogy maga a Föld is, meg az egész univerzum él, hogy így fogalmazzak.
ez a helyzet is egy folyamatosan változó dolog, és innenben belülről nem tűnik ez változásnak. Kicsit olyan, mint amit a Miklós emlegetett a műsor elején, hogyha fölnézek a csillagokra, és 20 év múlva fölnézek a csillagokra, akkor ugyanott fogom őket látni. Nem tudom, élnék 1 millió évet, vagy élnék 200 000 évet, akkor észlelném ezt a változást. És ha bár a klímaváltozás hatásait az elmúlt 10 évben talán nagyon jobban érzékeljük most, több a kézzelfogható változás természetben, de hát nem igazán látjuk ezt innen belülről. És én ezt körülbelül így látom. Tehát ez érdekes. Lehet, hogy évtizedek múlva egyszer csak észrevesszük magunkon, hogy mit tudom én, közelebb élünk a természethez, és elvesztek dolgok, amik azelőtt megvoltak, mondjuk egy kiholt állatfaj, vagy valami ilyesmi, és ilyen dolgok kivesznek az életünkből, és ezt csak visszatekintve fogjuk észlelni? Hát mondjuk kipusztulnak a méhek, és akkor úgy állunk, hogy hopp, probléma van. Én ezt nem úgy tapasztalom, és nem is arra számítok, bár hát most ez ilyen nagyon perverzül hangzik, az lenne az izgalmasabb, ha nem tudom, a föld magjába valami változástól, ami egyébként is ciklusonként változó mágneses terünk, mármint a föld mágneses tere éppen, nem tudom, úgy legyengül, hogy itt egy olyan napkitörés katasztrofális helyzetet teremteni, és mondjuk kilőni az összes transformátort a világon, ami több év lenne, hogy pótolják, tehát áram nélkül maradnánk gyakorlatilag. Nyilván visszasüllyednénk a sötét középkorba, és ezt most nem csak azért mondom, mert tehát ha minket elvágnak az áramforrástól, akkor nem csak technikailag, hanem hát bizony az utóbbi időben bebizonyosodik, hogy az ember maga természeténél fogva is visszasüllyed a sötét középkorba. Ha csak nem történik egy ilyen nagy esemény, vagy mondom egy olyan aszteroida becsapódás, ami nem csak nem tudom pár millió dolláros anyagi kárt okoz, hanem komoly veszéllyel fenyeget, akkor ezt nem fogjuk úgy észlelni, ahogy egyébként észlelnünk kéne, és ha észlelnénk, akkor talán nem lenne ennyi szkeptikus ember, és nem állna fönn az a helyzet, hogy a világ egyik legnagyobb hatalmát egy olyan ember vezeti, aki gyakorlatilag nem hisz abban, hogy a klíma változik. Jó, a klíma amúgy is változik, természetesen a Földön, miatt Miklós kijavít, de hogy a mi hatásunkra ilyen szélsőséges változáson megy keresztül, vagy felgyorsult változáson megy keresztül. Hát itt, igen, itt sok minden van, de hát ugye az, hogy posztapokaliptikus, az mit is jelent? Ugye ez a kérdés. Mert hogy ez ugye azt jelenti valahogy, hogy ugye amikor már ugye eljött a végítélet napja, ugye az apokalipszis, akkor kvázi, tehát az magába foglalja ez a szókapcsolat nekem azt, hogy igenis valami nagy kataklizmikus esemény történik, és hogy mi van utána. Mert egyébként, amit Ádám mond, az persze a történelemnek a saját kis folyása a medrében, és az a persze abszolút egyetértek, hogy úgy általában a történelem az úgy mond, hogy is mondjam csak, szépen, lassan, szinte egyensúlyi állapotokon keresztül haladva, mondaná a fizikus, jut el az egyik állapotból a másikba, és emiatt aztán persze generációs időskálák kellettek eddig ahhoz, hogy valami komoly dolog változzon, ami persze a történelmi távlatból jól látszik, de ha az ember benne él, akkor egyáltalán nem biztos, hogy történik bármi, lásd a csillagok mozgása az égen, ugye tök jó, hogy Ádám mondja ezt, szerintem ez mind igaz. De az van, hogy a posztapokaliptikusság az nekem mégiscsak azt jelenti, hogy igenis történik valami brutális esemény, ami egy emberöltön belül történik, és akkor utána átkerülünk. Tehát ez pontosan attól lenne egy brutális dolog, hogy még élénken élnek az emlékek akár az iránt, hogy mi volt azelőtt. És ezt kérdezem például Csaba, hogy amikor te azt kérdezed, hogy én minek képzelem a posztapokalipszist, akkor te milyen fajtára gondolsz, mert én is annak megfelelően próbálok majd akkor valamit kitalálni. Te mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy posztapokaliptikus világ? Az mi az? Hát lehet, hogy egy kicsit ez ilyen túlzó, de én azt hiszem, hogy most is egy ilyen poszttrauma van
a koronavírus után, tehát nem ugyanolyan most az életünk, mint tavasz előtt. Van egy ilyen maszk reflex, hogy vajon elfelejtek-e valamit, tehát ugyanúgy, mint ahogy a nem tudom, pénztárcánkat mindig szemmel tartjuk, vagy a mobiltelefonunkat, hogy most éppen melyik zsebünkben van. Van egy ilyen az életünkben, hogy maszk, hol van a maszk? Most rajtam van? Most rajtam kellene, hogy legyen? Most hol? Tehát szerintem ez nem olyan megfilmesíthető. Ez más szint. Jó. Igen, igen. De akkor ezt poszttrauma, vagy poszt akárminek hívott. Tehát most nekem ez a poszt szemüveglevétel, mert nyáron elhatároztam, hogy 10 év után mostantól nem hordok szemüveget, mert hülyeség. És ezért még mindig most veszem észre, hogy azért, mert 3 hónapja nem hordtam, az ott mégis minden este oda nyúlok a szememhez, hogy levegyem. Tehát, hogy ugye, persze ez egy más, de azért ezt nem nevezném én ezeket a fajta apróságokat komolynak. Én egy igazi tisztességes apokalipszistől azt várnám el, hogy tulajdonképpen az egész civilizáció az valamelyest aláhanyatlik, de úgy gyorsan. Mert persze, ahogy mondta Adam is, szépen lassan történik mindig ilyesmi, lassú változások, néha kicsit gyorsabbak. De mondjuk egy tisztességes atomháború után, ugye például ugye itt van az Einstein-féle gyakran hangoztatott idézet, hogy ugye nem tudom, mivel fogják megkívni a 3. világháborút, de a 4. azt kövekkel és botokkal. Tehát, hogy ugye valahogy ilyesmi módon a filmekben is, én azt hiszem, meg úgy egyébként is így volt divat a posztapokalipszist elképzelni. Igen, de hogy van-e nagy filmszakadás, szerintem ez attól függ, mert ha igen, mondjuk te Miklós ott vagy egy fizikus egy csapatban, egy ilyen atombomba ledobás utáni csapatban, akkor neked van tudásod már az előző világról, meg minden, és szerintem akkor ugye az nem olyan súlyos helyzet, mint hogyha azt mondanánk, hogy nem tudom, csak olyanok élik túl, akiknek nincs ilyen emléke, vagy akár képzettsége. Ez szerintem egyébként inkább filmszakmai kérdés, mármint az, hogy most mit hívunk posztapokaliptikus dolognak, hiszen azért ez elsősorban a sorozatokban és a filmekben, meg persze az irodalomban van jelen, de hát gondoljatok csak arra, hogy itt Miklós érdekes mondott, mert ugye itt két állásponton vagytok, vagy vagyunk. Az egyik az, hogy egy emberöltön belül mondjuk emlékezzünk, egy olyan dolog történjen, ami hatalmas, atomháború, aszteroida becsapódás, vagy például azt is mondhatjuk, hogy én emlékszem rá, hogy 10-15 évvel ezelőtt még volt télen hó itt Budapesten. Most meg hát könyörögni kell egy kis havazásért. Azért ez is valahol az a jelenség, amiről beszélünk. Jó, hát én nem érzem a klímaváltozást egy apokalipszis szintű eseménynek. Tehát pont te? Aha, pont én. Hát ez tök érdekes. Ennél sokkal apokaliptikusabbnak gondolom a második világháborút, vagy a holokausztot, vagy bár, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, nagyon nagy mértékű és komoly technikai kihívás, amin úrrá kéne lenni, de hát még a legrosszabb klímaforgatókönyvekkel való kimenetel is. De én amikor azt mondom, hogy apokalipszis, akkor valami szörnyűbb dologra gondolok, mint arra, hogy igen, rohadtul máshogy kell majd élni. Igen, rohadtul máshogy kell majd kereskedni, elosztani a javakat, máshogy kell energiát termelnünk. Tehát ez egy folyamat, amire ha talán összeszedjük a maradék eszünket így kollektíven, mint emberiség, akkor mi kb. Az utolsó pillanatban vagyunk, hogy fel tudunk rá készülni. De a B opció az nem az, hogy kihalunk, hanem az, hogy ez a sokat emlegetett és általam egyébként kárhoztatott fenntartható fejlődés, ez megmarad. Én, tudjátok jól, ezt elmondtam többször, én nem gondolom, hogy az egy jó koncepció eleve, hogy fenntartható fejlődésről kell beszélni. Tehát én szerintem az egy rossz dolog, amikor folyamatosan abban mérjük azt, hogy valami jó-e vagy sem, hogy milyen ütemben növekszik, és nem arról, hogy milyen. Tehát, hogy nyilván óhatatlanul problémás ez a hozzáállása a világnak, tehát ez egy baj, de én valami olyasmi, biztos azért, mert nekem a posztapokalipszis az valami olyasminek állt be, mint mondjuk, ami a Ray Bradbury-nek a 451 Fahrenheit regényében van, ugye, ami tényleg egy disztópia,
egy olyan társadalomról, ahol például már a könyvek olvasása az tiltva van, és ezért vannak a firemenek, az nem tudom, a tűzőrök, akik ugye elégetik a könyveket, ugye a könyvnek az égési hője a 451 Fahrenheit. Duro Dora beájulna, basszus. Hát ez... De most volt egy film is, mármint nem a Duro Dorából, hanem az HBO ezt megfilmesítette, ezt a könyvégetéses valamit. Hát igen, de ez egy olyan dolog, és ugye ott az emberek itt vannak az erdőben, és vannak olyanok, akik memorizáltak könyveket, és azokat mondják el egymásnak. Amiket nem, tehát, hogy na az, igen, szóval lehet, hogy bennem van a hiba, én amikor azt gondolom, hogy posztapokalipszis, akkor minimum valami ilyesmi, vagy minimum olyan, mint a majmok bolygója, amikor csak 2,5 óra után derül ki, hogy tulajdonképpen a Földön vagyunk, mert kiáll a fél szabadságszobor a Földből, a tengerparton berozsdásodva, tehát, hogy valami ilyesmi, tehát, hogy... Túl magas nekem a mérce, biztos disztópia vagy apokalipszis téren. Alapvető különbség szerintem ott van, hogy én nem a technológiai, meg ilyen infrastrukturális dolgokhoz kötöm az igazán vad posztapokaliptikus állapotokat, hanem a konfliktushoz. Tehát hogyha legyen bármi, ami miatt vége van a világnak, hogyha nem tudnak a törzsek, eleve ilyen törzsi állapotok vannak, hogyha az emberek nem tudnak egymással beszélgetni mondjuk félelemből, vagy tudatlanságból, vagy gyűlöletből, vagy elítélésből, akkor az fogja fenntartani a posztapokaliptikus állapotot, és nem, mert hogyha sokan összefognak, akkor csinálnak valamit, hogyha meg mindig a háborúskodásra kell gondolkodni, az azért visszafogja a fejlődését a dolgoknak, és szerintem itt van a kulcs, és a filmek is ezt a részét ragadják ki, hogy saját magunktól van a legnagyobb félnivalónk ilyen helyzetben. Igen, de akkor viszont, ha így érted, akkor meg az, akkor, ha ezt hívod így, akkor én meg osztom azt a véleményt, hogy akkor már most is ebben vagyunk. Mert az, hogy a törzsek nem tudnak egymással szóba állni, és mondtad ezt a párhuzamot a mostani véleménybuborékokkal, meg a véleménybuborékokkal kb. Ekvivalens és szintén gyakran használt szófordulattal a párhuzamos társadalmakkal, ahol ugyanolyan emberek élnek, kb. Ugyanott egymás mellett, de mégis, mintha más világokban élnének, annyira más van a fejeikben, mert más csatornákon kapják az infókat, és csak olyan emberekkel beszélnek, mint akik nagyjából ugyanazt gondolják, mint ők, és ráadásul ezeket a csodálatos algoritmusok, ezek inkazából például a Facebook működés és a többi, ez nyilván rá erősít erre a helyet, hogy tompítaná ezt a szétválást. Abszolút, oké, hát akkor én azt osztom, hogy hát ez azért nem posztapokaliptikus, mert akkor hát ez a valóság. Tehát a civilizációnk az tudja ezt produkálni magától, igen, is. Nem, tehát igen. Úgy is tudunk egymás torkának esni, hogy jön a víz, gáz, meg az internet, és szerintem össze tudunk hozni egy jó... Ugye azt hittük, hogy a 20. században lezongoráztuk ezeket a világháborúkat, és ezek a konfliktusok nem is olyan jellegűek, hogy most kell az olaj, kell a gyarmat, kell a terület. Egyszerűen párhuzamos dimenzióban élsz, nem értem, amit mondasz, jobb esetben legyintek rád, rosszabb esetben szét akarom ütni az arcodat egy bunkóval. Én nem akarok pesszimistának tűnni, de inkább én azt tapasztalom, hogy nem az van, hogy nem értem, amit mondasz, hanem nem is akarom érteni, amit mondasz. És inkább ez a jellemző, de pár szó erejéig, hogy térjek vissza azért a klímával kapcsolatos posztapokaliptikus dolgokra. Az előbb kimaradt ez a beszélgetésből, hogy például mondjuk a klíma hatására, vagy a klímaváltozás hatására megváltozik mondjuk az éghajlat a Föld egyes részein, akkor ugye most látjuk, hogy a migrációs válság mit okozott Európa szerte. Ezzel lehet vitatkozni, nem is a politikai vonzatáról beszélek, de tény, hogy nagyon sokan döntöttek úgy keleten, hogy nyugatabbra jönnek. Most ez természetesen egy... Mondom, lehet arról vitatkozni, hogy ennek mi volt az oka, és mennyiben köthető ez mondjuk a klímához, mert azért ez nem. De kicsit talán igen egyébként. Én össze tudom kötni a szíriai aszályos időszakkal az ISIS-nek a hatalomra kerülését, ha nagyon akarod.
Igen, de itt azért elsősorban nyilvánvaló, vagy szerintem, vagy az én általam gondoltak szerint azért elsősorban inkább a politikai vagy a terrorista helyzet kényszerítette ki ezt. De mondom, ebbe hát nem egy van, de a bele, politikai és terrorista helyzetet a klíma részben legalábbis a szír kormány gazdasági válsága, ami viszont részben éghajlati erő dolgokra vezetett vissza, tehát ez abszolút benne van. Arról nem is beszélve, hogy majd most jönnek az úgynevezett klímamenekültek, ami konkrétan ugye vannak olyan kicsi szigetek Polinéziában, ugye erre gondolsz? Például, ahol, igen. Amiket olyan húsba markolóan érint a tengerszint emelkedés, még akkor is, hogyha az most icipici egyébként a tengerszint emelkedés, de folyamatos, és ezek olyan korall szigetek és hasonló kicsi szigeteken élő népcsoportok, sőt, hát konkrétan pici országok ott Mikronéziában, ahol amelyek nagyon-nagyon érzékenyen ki vannak téve a tengerszint emelkedésnek, tehát a klímaváltozás hatásainak, és kénytelenek lesznek elhagyni az otthonukat, nagyon hasonlóan, ugye, mint az Erika Vikingnek az ide vonatkozó jelenetében, amikor a bölcsek ugye vitatkoznak arról, hogy most... van-e özönvíz, vagy nincs, miközben már a mellkasuk ígér a víz, de még mindig vitatkoznak tovább. Tehát ugye ez van, az is van, hogy az egyenlítő környékéről a mérsékeltebb éghajlat felé lesz egy ilyen áramlás a tömegeknek. És persze én ezzel csak azt tudom mondani, hogy az emberek mindig vándoroltak, részben klímaokokból is. Annak is klimatológiai hatása volt egyes kutatások szerint, hogy mondjuk a 13. században volt a tatárjárás, és akkor a mongol birodalom elkezdett keletre, vagyis nyugatra jönni. Tudjuk jól a magyar történelemből, hogy milyen katasztrofális következményekkel járt, például tényleg milliós nagyságrendű áldozatot szedtek, ami azért a 13. században azért az nagyon durva volt. Tehát, és aztán ugyanúgy, amikor visszahúzódott a mongol birodalom a 13. században, azt is kapcsolatba hozták klimatológiai dolgokkal. Tehát igen, az mindig is volt, mindig is volt, hogy a klímaváltozás hatására az embercsoportok mozognak. Hát, ja. Jó, de ez igaz, rendben, és tök igazad van. Viszont mondjuk a 13. században, bár megmondom őszintén, hogy a történelemnek azon része az nekem egy kicsit azért foltos, bevallom őszintén, de a 13. században nem volt Trump elnök, aki kerítést épít a mexikói határa, nem volt Orbán Viktor, aki kerítést épít. Hát igen, negyed eddig Béla volt, meg Genghis Khan, igen. Igen, ja. De nem akarok politikailag ennyire belemenni, de azt most úgy gondolkodunk mi emberek, hogy én most itt lakom Budapesten, ebben a lakásban, de magyarként ez az ország az enyém is, ahogy az összes magyaré. Gondolkodnak így az emberek, meg akár mondjuk én is, de valójában nem ez a helyzet, vagyunk itt most 7 milliárdan, van egy bolygónk, és az a miénk. Tehát, hogy ma már azért más nép vándorolni, mint mondjuk, amikor Afrikából az őseink átvándoroltak Európába, vagy bárhova, máshova. Igen, persze én értem azt, hogy abból indulsz ki, hogy az egész bolygó úgy unblock egy lakhatatlanság felé tart. Én ebben szkeptikus vagyok, tehát ugye abban az értelemben, hogy nem klímaszkeptikus vagyok, meg nem, tehát ne értsetek félre, hát ismertek jól a véleményemet, tehát én tudom, hogy ez, tudom, hogy tudjátok, hogy én tudom, hogy egy fontos probléma ez az egész, és hát én is ennek a kutatásával igyekszem foglalkozni valamennyire. De ennek ellenére én nem azt gondolom, hogy itt az lesz a fő probléma, hogy az egész bolygó lakhatatlan lesz. Nyilván olyan helyek lesznek kellemesek többek között, amik most kellemetlenek, hanem tényleg az a káosz, amit mondasz, ami amiatt van, hogy egy világfaluban élünk, most már nem is 7, hanem lassan 8 milliárdan. Tehát nincs már olyan, hogy lokális probléma. Ezt mondod igazából szerintem, hogy nincs már olyan, hogy lokális konfliktus. Hogy... Igen. Hogy sokkal jobban össze van kötve a világ, de erre mondom, hogy talán egy kicsit úgy csinálunk, mintha ez most lenne. Most mondod, nagyon jó a 13. századi példa. Ugye mi történt? Meghalt a
hogy hívják, a Genghis Khan utódja, az Ögödej Khan, az meghalt, és akkor jött a nagy hatalmi harc, és akkor ennek köszönhetően a hadseregnek haza kellett menni, és akkor 1242-ben vége szakadt a tatárjárásnak szerencsére, mert így is kiirtottak egyesek szerint minden negyedik magyar országi lakost, ugye, és akkor visszajöttek, és az is az volt, hogy egy kontinenssel arrébb történt valami, és akkor hirtelen megfordult egy olyan esemény, ami ha nem történik meg, akkor lehet, hogy ma egyáltalán nem lenne itt semmi, amit Magyarországnak hívnak. Tehát, hogy azért a világ az mindig volt ilyen kitettség, ilyen interconnected jellege a világnak. A dolog abban különbözik talán, hogy most még ilyenebb. Tehát most még inkább az, hogyha Costa Ricában klíma van, akkor klímaválság van, vagy túl meleg van, vagy túl hideg, vagy micsoda, akkor jövő héten nem kapsz banánt a Spárban. És akkor ugye persze ilyenek nagyon-nagyon is benne vannak a világban, sokkal jobban, mint eddig. De én pontosan azért akarok folyamatosan visszatérni arra, hogy ilyesmikkel már találkoztunk, mert ugye az mondják, hogy ugye hogy a történelem az élet tanító mestere, ugye, hogy ezt latinul bele is vésették nekünk minden évelején a törifüzet első oldalára, és hát csak ebben tudunk bízni, hogy talán tudjuk példának használni azt, hogyan lehet megoldani ilyen dolgokat, meg hogy egyáltalán meg lehet őket oldani. Hát annyi olyan időszak volt az emberiség történetében, amikor azt mondták, hogy hú, hát ez már tényleg a vége, hogy gyerekek, ez aztán, most ezerben, hogy most mindjárt jön a végítélet, most már aztán tényleg ennyire szar még sose volt. Y2K. Ja, igen, pontosan. Igen. Vagy hát tényleg, hát olyan szörnyűségek történtek, olyan népírtások történtek. Aztán valahogy itt vagyunk. Tehát ez azért talán valami optimizmusra ad okot, de nem szabad hátradőlnünk, csak hogy... Ja. De hát mintha semmit sem tanultunk volna a 20. századi történelemből, ha már itt tartunk. Sajnos úgy tűnik, hogy igen. Valahol pessimistának kell, vagy pessimista lesz az ember ettől, amikor ezt tapasztalja. Na de térjünk azért át a valóságról, most nagyon megvitattuk a valóságot, térjünk azért át itt a katasztrófa filmekben, science fictionökben, irodalomban létrehozott posztapokaliptikus helyzetekhez és világokhoz. Nektek így melyik volt így az abszolút kedvencetek? És akkor most elsősorban mondjuk képernyős dolgot kérdezek, tehát mondjuk film vagy sorozat. Hát nekem az Út című film az abszolút favorite, all time best posztapokaliptikus tartalom. Én ezt meg is néztem most itt a műsor előtt, hogy így átszellemülten tudjak a helyzetről beszélni. Igen, kedves hallgatók, Csaba büszkén jelezte a közös chatünkben tegnap este, hogy hát megnézi ezt a filmet, és ezzel bizonyítja, hogy nem egy kő alatt él. Dokumentálva van, igen. Én ezt láttam. De ez a film ez nem veszi félváról a szituációt, és ezt most akkor Miklósnak mondom, hogy igazi ilyen brutális apokalipszis utáni állapotokra, ha kíváncsi vagy, akkor ezt a filmet kell megnézni. Itt tulajdonképpen a Föld az szénné égett, teljesen nulla élet maradt meg, itt a növényi világ megszűnt, kihaltak az állatok, a fák azok roskadozva dőlnek össze, hogy mitől van ez, az a filmből nem derül ki, valószínűleg egy ilyen végítélet fegyver lett bevetve, de nem atombomba, vagy nem ilyen nukleáris háború volt, mert sugárzás az nincsen, amit ugye a filmben észlelnénk, vagy hát nem sugárfertőzöttek a fennmaradt emberek, viszont hullik a hamu mindenhonnan, és mindenki azt a levegőt szívja, és ez is tulajdonképpen betegíti meg sorra az embereket, és hát ennél pesszimistább dolog nem nagyon létezik, mert ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy hát legrosszabb esetben, ugye a vidám kollégák ezt mondják, hogy legrosszabb esetben mi emberek eltűnünk a bolygó felszínéről, de aztán a bolygó az teljesen vígan tovább él. Hát itt nem, itt a bolygó is haldoklik az emberrel együtt, és tulajdonképpen olyan állapotok lesznek itt, ami mintha egy idegen égitesten lennénk, de ez valami borzasztó gyönyörűen és borzasztó megrázóan és borzasztó hatásosan van
bemutatva, és nagyon ráterheli a nézőre, hogy úristen, itt nagyon nagy a baj. És tulajdonképpen, mivel erről van szó, ugye nincs élelem, nincsenek növények, nincs állat, ez rosszabb annál a szituációnál, mint hogyha az őskorba repülnénk vissza. Itt az emberek nyilván kitör a kannibalizmus, guberálnak össze-vissza, már csak azok a készletek vannak, amik az előző világból fennmaradtak, de azt is nagyon keresni kell. Ez egy borzasztó pessimista, itt már az emberiségnek az utolsó, a végső pillanatait látjuk leperegni, és azok az utolsó pillanatok iszonyatosan ilyen borzasztó, borzasztó kínok közt zajlanak, és tulajdonképpen ami felemelő pillanat a filmben, azok ilyen nagyon kis apróságok, mit tudom én, találnak egy Coca-Cola üdítőt az egyik elhagyott automatába, és akkor a kisfiú nagyon örül annak, amikor azt megkóstolhatja. De az ilyen kis apró pillanatok pont a nagyon nyomasztó légkör miatt, azok iszonyú felemelően hatnak a nézőre, és egy borzasztó, sokkoló élmény ez az egész film. Ez annyira kiemelkedik számomra az összes ilyen posztapokaliptikus alkotásból, hogy ez nekem nem csak műfajon belül, de úgy unblocka. Hát szerintem benne van a top 10 vagy top 5 filmben, amit én életemben láttam. Nagyon jó, én ajánlom nektek, de nem szombati matiné, tehát úgy kell rá kb. Felkészülni, mint hogyha, mit tudom én, a Schindler listáját készülne megnézni az ember, tehát elég komoly. The Road, 2009-es. És mit szólsz a Tarkovsky féle Stalkerhez? Az aztán abszolút kimeríti a poszt-apokaliptikusság hát kategóriáját, nem? Hát igen, de nekem a Stalker az esztétikailag volt egy gyönyör. Tehát azok a beállítások, illetve azok a megoldások, amik benne vannak. Magát a művet azt olvasni nem olvastam, de a film az inkább így technikailag volt nekem meglepetés, vagy jó, mint sem egy spirituális utazás. Annak is biztos tök jó, csak annyira hosszú, hogy elveszik az ember a művészi tálalásban, de egyébként nem volt vele bajom. Na, de nektek mi az ebből a szempontból a etalon? Én keveset láttam, tehát ebből a szempontból én vagyok a kő alatt lakó. Ugye a Stalker az egyik, a Tarkovsky féle 79-es film. A másik, amire gondoltam, hogy talán posztapokaliptikusnak tekinthető, az a 12 majom, ugye? Azt ti is besorolnátok ebbe? Terry Gilliam féle filmet? Hát igen. Igen. Ugye Bruce Willis-el, Brad Pitt-el, Christopher Plummer. Ez ilyen Terminátori is mondhatnánk annak, mert hasonló, nem? Igen, 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 igen. Sőt, egyébként nagyon áttételesen, de valójában a múltkor jól kibeszélt Tenet is ilyen, hiszen ott ugye az van, hogy egy nagyon elcseszett jövőből menekülnek vissza a múltba, ugye megint spoiler, spoiler, spoiler. Ezek az időutazós filmek általában olyanok, hogy el van baszva a jövő. Igen, igen, igen. Sőt, egyébként volt ilyen szempontból egy sorozat, amit nagyon szerettem, de láthatóan senki más nem szerette, mert bár elköltötték rá a világ minden pénzét, de a második évadig nem jutott el, mert valószínűleg nagyon nagy bukás volt. Terra Nova volt a címe. Nem tudom, emlékeztek ti arra? Igen. Steven Spielberg volt a producer, és nyilván, és rengeteg pénzt költöttek rá, ez pont arról szól, hogy egy, hát igen, de nem eléggé posztapokaliptikus, tehát nem ilyen törzsi szintre visszabombázott, csak egyszerűen ilyen disztópikus, tehát ilyen klímakatasztrófába beleszaladt világból az időgép kifejlesztésével telepeseket küldenek vissza a krétakorszakba. Akik mennek vissza a krétakorszakba, és ott fognak ők lakni. És én, hát ugye azt én nagyon szerettem, de hát annak is ugye csak ez egyik síkja játszódik ebben a bizonyos szempontból posztapokaliptikus, de mondom én inkább az disztopikus, tehát hogy egy nem jövőben, ami igazából olyan, ami igazából tényleg az. Azért én azt azért hívom más, hogy ugye, mert az olyan, mint a jelenünk, csak még olyanabb, ugye. Olyan klímaváltozás, csak még jobban elcseszve, elidegenedés, csak még úgyabbul. Tehát, hogy ezt egyszerűen kifolytatták a mostani tendenciákat, és megalkottak ilyen jövőt.
Én az olyan filmeket szeretem, ahol az jelenik meg, hogy például egy ilyen, tényleg egy ilyen igazi, számomra is apokalipszisnek tekintető esemény után megjelenik az, hogy a természet visszaveszi a hatalmat. Ahol ez jól megvan jelenítve, az nekem mindig nagyon tetszik amúgy. Tehát, hogy mint ahogy most is persze említettétek a koronavírus utáni helyzetet, hogy ott is valami elképesztő sebességgel kezdte el a természet visszavenni az élőhelyeit, hogy delfinek jelentek meg Velencénél ott a partoknál, meg minden. Ugye évszázadok óta nem volt kb. Ilyesmire példa. Vagy, ugye talán elmondhatjuk a kedves nézőknek, hogyha nem lett volna ez a rohadt járvány, akkor ugye már megjártuk volna Pripyatyot. Pont ezt akartam mondani. Ugye? Ahol és persze Csernobilról is beszéltünk már egy korábbi adásban, hogy ugye ott 1986-os tragédia után kitelepítették a lakosságot, és ott éppen ezért mindennél gyönyörűbben lehet azt megfigyelni, hogy egy olyan területen, ahova nem engedtek be senkit évtizedekig, hogyan hódítja vissza a természet ezt. És nekem ez mindig döbbenetes és hátborzongató belegondolni abba, hogy mennyire gyorsan a természet martalékává tud lenni minden, amit magára hagyunk. Tehát, hogy Pripyatban már konkrétan lehet látni, hogy a teljesen érintetlen lakótelepeket szépen lassan szétbomlasztja a futónövényzet, meg az indák, meg amit tudom én micsoda, és tényleg természetes időskálán semmiség mondjuk 100 év, és hát egy 100 év, tehát mindenki látott már olyan képeket, olyan elhagyatott őserdei városokról, mondjuk Közép-Amerikából, ahol például asztékok meg inkák éltek, és nem az európai népirtás miatt hagyták el őket, hanem már sokkal korábban, tehát ilyen kiürült városok, és valami elképesztő nekem mindig ezt látni, hogy szépen visszaveszi a természet, ami jár, úgymond. Ahol ilyesmit látok filmben jól bemutatva, az nekem mindig nagyon tetszik. Jó szívvel ajánlom neked, bár dokumentumfilm és nem fikciós sorozat, az Élet az emberek után című, hát itt Magyarországon általában a Spektrumon megtalálható sorozatot, amiben különböző helyszíneken végigveszik azt, hogy ha hirtelen eltűnnének az emberek, akkor hogy venné vissza a természet 1 év múlva, 10 év múlva, 100 év múlva, 1000 év múlva a helyét a civilizáció maradékán, vagy hát városainkban egyébként. Amúgy az jutott eszembe közben pont a Terra Nova kapcsán, hogy minden csak, tényleg minden nézőpont kérdés és a relativitás elmélet mint olyan, egy sokkal nagyobb igazság, mint hogy csak a fizika, mint a fizikában, mert hogy a dínókhoz képest mi egy posztapokaliptikus világban élünk, nem? Na ez tök jó, hogy mondod. Ez jó, ez nagyon jó gondolat, hát mi vagyunk maga a posztapokaliptikus jövő. Tehát tényleg csak ugye ez is az, hogy melyik dinó tudta volna ezt elképzelni, hogy azok a cickányszerűségek, amik a mi őseink, ugye azok a kis, szinte észrevétlen kis lények, amik a dinoszauruszok uralta a 150 millió éves időszakban ott a nagy hüllők, meg nagy madarak lábai között ott szinte észrevétlenül szaladgáltak, hogy azok fogják uralni az egész bolygót. És ja. Akkor most a madarak a faágon. És így van. Képedve néznek ránk, hogy na, mi lett ebből? Ők meg ott csipognak. Civilizációban. Igen, szegények. És nem is tudják, hogy valaha az ő őseik nagyon keményen ledominálták a mi őseinket. Hát igen, de azt is mondta Ádám, hogy valószínűleg ez is ugye, ez még inkább olyan, hogy ez aztán tényleg a nagyon lassan változó dolgok időskálája. Úgyhogy érdekes. Érdekes dolog ez, hogy ami most így pillanatképszerűen rettenetesen fájhatna, hogyha most valaki bevillantana nekünk egy lehetséges jövőképet 100 év múlva, az lehet, hogy az ottan lakóknak természetszerűen egyáltalán nem fog fájni, hiszen ők ehhez lesznek hozzászokva. És esetleg valami mondákat mondanak majd a mostani időről, mint valami mitikus aranykorról, ami vagy létezett, vagy nem, de úgyse tudják elképzelni, mert nincs róla tapasztalatuk, hogy nekünk most milyen fasza, ugye? Ezért aztán nem is fogják annyira hiányolni, csak majd úgy mesélik egymásnak, mint ahogy mi meséljük a mondákat, nem tudom miről, a Zeusról. Na ez az, hogy egy ilyen apokalipszis az ránk, igazából azért veszélyesebb, akik átélik és túlélik, mert
mi azért el tudjuk veszíteni a motivációnkat egy valljuk be, azért nekünk most az evilági motivációink, drive-jaink vannak, és mit csinálunk egy olyan helyzetbe, amikor minden olyan dolog megszűnik, ami fontos volt a mi világunkban. Szerintem a filmek is nagy részt erre vannak kihegyezve, hogy ez az embernek maradni most ez kicsit ilyen elcsépelt, de hogy miért ne verjem szét bunkós bottal a másikat, vagy miért ne egyem meg a másikat, amikor ez a világtörvény és ez a trend, hanem valahogy úgy hordozni a tüzet, mint ahogy a The Road-ban is, ha egy kicsit visszakanyarodhatok, ugye mindig ez az alapállás, hogy egy nagyon kilátástalan helyzet, egy végtelenül mindenki öngyilkos lenne legszívesebben, de vannak olyan karakterek, akikben ott van az, hogy éljük túl, és igazából azok a jó fiúk, akik nem ölik meg a másikat, nem csinálnak semmi hősiest ezen kívül, de egyszerűen csak azt mondják, hogy inkább nem fogom megenni azt a másik embert. Meg egyébként egy nagyon fontos dologról, egy posztapokaliptikus dologról még nem esett szó, mert hogy beszélgettünk arról, hogy lassan mi történik a valóságban, a világban, mi történik, ha nem tudom, jön egy aszteroida, de mondjuk... Mi történik, ha Trumpot megválasztják? Így van, de mondjuk mi történik, ha jönnek az idegenek? A földön kívüliek, mint például a Falling Skies éghasadás című sorozatban, amit Magyarországon is lehetett látni pár évvel ezelőtt. Nagyszerű sorozat, Noah Wyle, vagy Noah Wyle-i, kinek hogy ejti a nevét, ugye Carter doktor a vészhelyzetből, ő játssza a főszerepet többek közt, és egy nagyon jó sorozat, science fiction szempontból, na de az alaphelyzetet véve azért mégiscsak az a helyzet, ami hát nem tudjuk, akár ebben a pillanatban megtörténhet, és akkor mindjárt átadom a szót a dedikált UFO hívőnknek, Miklósnak, hogy... Megijedtem, hogy az én leszek, de... Csak viccesen vissza akartam utalni, egy korábbi adásodban említetted, hogy ugye fiatalkorodban UFO-t észleltél, vagy legalábbis hitted akkor azt, hogy UFO-t észleltél. Tényleg ez van, hogy jönnek a földön kívüliek, akik nem a vulkániak lesznek, vagy a téloniak, és világbékét hoznak ide, a téloniak csak úgy helyek közel ide a földre, és mindenkit meggyógyítanak, és egy teljesen új távlat nyílik előttünk. Bizony ez rosszul is elsülhet, mert történhet úgy, mint a Függetlenség napja filmekben, vagy mint ebben a Falling Skies éghasadás című sorozatban, ahol az embereknek össze kell fogniuk, és küzdeniük kell azért, hogy legyőzzék a földön kívülieket. Most az mindegy, hogy milyen módon, milyen filmes eszközökkel, meg a sorozatban milyen eszközökkel, de az alap az mégiscsak az, jönnek a földön kívüliek, és megszűnik az addigi életünk, és egy teljesen más életet kell élnünk ezek után. Hű, hát jó, igen, most egyébként én, mint ugye az én UFO hívő periódusom az kb. Egy évig tartott, amikor 11 éves voltam, de ennek ellenére azt én is gondolom, hogy ez egyébként megtörténhet. Tehát, hogy ez az első kapcsolatfelvétel. Én is gondolom azt nyilván, hogy egyedül vagyunk, és hogyha nem vagyunk egyedül, akkor viszont ezerszer valószínűbb, vagy milliószor valószínűbb, hogy a többiek azok fejlettebbek, mint mi. És gondoljunk bele egy alapvető szituációba. Jó, feltételezhetjük azt, amit egyébként Roddenberry univerzuma is feltételez a Star Trekben, hogy mire az ember eljut arra a technikai fejlettségre, mindegy, hogy mi által, hogy utazzon a világok között, addigra elér egy olyan elme, vagy lelki, vagy nem tudom most így hirtelen mi a jó szó, tehát egy olyan állapotot, ahol nem a nem igen. tudom, a pénzhajhászás, meg nem a nem tudom mi lesz a legfontosabb. Viszont, viszont gondoljatok bele abba, hogy ha most rendelkezésünkre állna az emberiségnek az, hogy elutazzunk más világokra, és ott találnánk életet, de mondjuk találnánk, nem tudom most, olajat, ilyen hülye aranyat, tök mindegy, ami számunkra itt a Földön értékes, azt tehát az emberi természet az hát gonosz, tehát hogy nem te fogsz oda menni, Miklós, meg nem Csaba, meg nem én, meg nem a nem tudom a igen, hanem a tengerészgyalogosok az avatárból. Igen, tudom, igen, és elvesszük, ami igen. kell, és elvesszük, ami igen. kell. Tehát feltételezhetjük, hogy bizony, aki igen. ide jön majd, az sem azért jön, hogy így hello, hanem mondjuk azért jön, hogy feszkó legyen itt, és elvegye, ami neki kell. Igen, és hát a ma már emlegetett Stephen Hawking, Isten nyugosztalja, ugye ő pont
pontosan ezt mondta mindig. Hogy... és valószínűleg én is nagyon szerettem a Gene Roddenberry féle hangulatot, és sajnos azt mutatja a világ, hogy úgy tűnik, hogy nem úgy van az, hogy a technikai fejlődés az ilyen morális áttörésekkel együtt járna. Egyáltalán nem, ahogy mondod. És hiába lesz az egész bolygó egy falu, vagy egy nagy család előbb-utóbb, mert ha nem válunk hozzá, akkor mind meghalunk nyilván, de hát a családon belül is ugye a legdurvább fúrások, faragások vannak, ugye lásd, mit tudom én, Dallas, vagy mit tudom én mi, vagy az összes venezuelai szappanopera, hogy a legnagyobb gyökérségek megtörténnek. Tehát, hogy valószínűleg attól még, hogy az emberiség elkezd egy nagy faluként viselkedni, attól még az pontosan a faluságból a gusztustalan pletyik és karaktergyilkosságok és a tényleges bűnök rengeteg sokasága az nem fog megszűnni. Tehát már én elvesztettem az ez irányú illúzióimat, és szerintem az egész emberiség valahogy a 90-es évek tájékán ebből így kijött. Tehát akkor volt ez, amikor a Fukuyama mondta, hogy véget ér a történelem a Szovjetunió felbomlásával, és mostantól már nem lesz több háború lényegében, vagy csak ilyen pici lokális konfliktusok, és most már, hogy ennek már vége, és most már izé van, mostantól már mindent meg tudunk beszélni, hát ez nincs, és nem is lesz. És gondolom, hogy persze, hogyha az IT is olyan, mint mi, és hogyha nyersanyagot jön kitermelni, vagy bármi ilyesmit, akkor elképzelhető, hogy neki sem a béké lesz a szándéka. Viszont én azt gondolom, viszont azt meg gondolhatom talán, hogy ha már olyan szuperfejlett, akkor másmilyen jellegű igényei vannak. Tehát például nem jön ide mégse nyersanyagot kitermelni, mert ugye mi a túrót tudna innen elvinni komolyan? Tehát ha már valaki akkora mestere az univerzumnak, képzelj el egy ilyen hiper-szuper civilizációt, aki kb. Már annyira hiper-szuper civilizáció, hogy már a fizika törvényeibe bele tud nyúlni, vagy valami, érted? Akkor elképzelhető, hogy az viszont meg tudja hozni ezt a fajta békességet, hogy ő már mindent megtehet, érted? Mindent tud, és mindent megtehet. És akkor hát, ha mégsem azért akar jönni, hogy ki írtson, viszont akkor lehet, hogy nem is akar ide jönni, mert minek jönne ide. Szóval lehet, hogy ez is egy magyarázat arra, hogy miért nincsenek itt. Ez egyébként egy tök fejezbe. Én befejeztem, igen. Szóval most szültem meg ezt, mint egy lehetséges megoldást a Fermi paradoxonra, hogy igazából nekik az már nem kívás, hogy megnézzenek egy 32. hangyabolyt, érted? Tehát most, ha nem akarna nyersanyagot elvinni, mert ahhoz túl fejlett, és már látott 5000-nyi ilyen kezdeti stádiumban levő mini civilizációt a világegyetemben, mint mi, akkor most miért erőlködne, hogy felvegye velünk a kapcsolatot? Meg hát igen, egyébként a Függetlenség napja második részének a legnagyobb, attól függetlenül, hogy az a film, az szerintem baromira félre sikerült, de annak a legnagyobb hülyesége az, hogy az idegenek a föld magját akarják kiszívni, vagy valamilyen hülyeség van benne. Hát tele van bolygókkal az univerzum, úristen, megszámlálhatatlanul. Ha most elkezdeném írni a nullákat, életem végéig írhatnám a nullákat, annyi bolygó van az univerzumban, aminek ki lehet szipolyozni a magját nem beszélve, de ha víz kéne nekik, hát az is sokkal egyszerűbben felolvasztja az európai egét, mint hogy ide jöjjön pont a földre, ebbe a kis naprendszerbe, nem tudom, ásványi anyagokat, vagy erőforrásokat kutatni, úgyhogy egyébként ebbe teljesen igazad van. Csabi, ehhez a kérdéskörhöz van még hozzáfűzni valód esetleg? Az idegenek? Igen. Hát így... De legyen valami, mert ebben még kevés volt a posztapokalipszis. Hát szorosan nincs, csak annyit tudok mondani a kedves hallgatóknak, hogy ha frissen hallgatják a műsort rögtön, amikor megjelent, egyrészt nagyon helyes, másrészt akkor holnap, pénteken, október 16-án érkezik a Star Trek Discovery 3. évada, ami egy ilyen posztapokaliptikus világban fog játszódni az előzetesek alapján, úgyhogy azt tessék megnézni. Bizony, ott most volt egy időugrás, tehát azért járunk majd egy posztapokaliptikus világban, mert nem a megszokott időskálán mozgunk, nem a 22., 23., 24. században, hanem most bizony
a 30. századba kerülünk. Tudjátok, ki lakik a 30. században? A családhoz tartozik Köbük unokai fokon egy 30. századbeli rokon. Köbüki. Igen, az a, de mondjuk az nem tűnt annyira disztópikusnak az a világkép. Úgyhogy úgy látszik a Star Trek készítők nem mindenkinek nézték. Volt egy kis tornya. Ja, nem néztek elég Mézga családot. Ja. Ha ti posztapokaliptikus filmet készíthetnétek, vagy írnátok egy regényt, vagy sorozatot, vagy bármi, akkor mi lenne az alapötlet számotokra? Mi az, ami számotokra az igazi posztapokaliptikus történés és storyline lenne? Ez az a kérdés, ami tök jó lett volna egy adástaplóba megnézni, mert jó kérdés, de hirtelen nem tudok rá semmit mondani. Biztos, hogy valami olyasmi lenne, ami nem olyan, hogy becsapódik valami aszteroida, vagy idegenek jönnek, tehát próbálnék valami mást prezentálni. Ilyen kis dolgot, kisebb léptékű dolgot találnék én ki, szerintem. Én meg arra hegyezném ki, hogy tényleg az, hogy már túl vagyunk a kataklizmán, tök mindegy, hogy mi volt, de az embereknek még van egy generációja, aki még látta az azelőtti világot, és hogy ezzel a tudattal hogyan alakul ki egy teljesen új társadalom. Tehát egy kicsit ilyen legyek ura típusú dolgot látnék szívesen. Tehát egy olyasmit, amelyben az derül ki, hogy a farkas törvényei az életnek egy teljesen újszerű helyzetben az, hogy alakul ki. De kicsit megspékelve azzal, hogy vannak ilyen mendemondák a múltról, amit bizonyos gyerekek, az új generáció bizonyos tagjai elhisznek, van, akik hallani sem akarnak róla, van, aki keresi azt, hogy megtalálja például a Coca-Colát, vagy akármilyen említettél, vagy bármi olyan technikai műemléket, vagy technikai nyomot, ami esetleg visszahozhatná mindazt, ami elmúlt, de vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy nem is kell ezzel foglalkozni, meg lehet, hogy az egész nem is igaz. Szóval valami olyan ilyen csoportlélektani dolgot néznék inkább ilyen keretbe belerakva, hogy hogyan alakul ki az, hogy hogyan stabilizálódik egy társadalom egy ilyen teljes átrendeződés után, és hogy milyen törvények, szabályok alakulnak ki. A moralitás mennyiben változik, vagy az egynejűség, vagy a, mit tudom én, tehát ilyen random dolgok, a pénz szerepe, vagy hogyan lesz, vagy mi definiálja majd egy ember értékét, hogyan alakul ki egy uralkodói osztály, vagy miféle munkákat kell végezni, amivel értéket teremtenek az emberek. Szóval ez egy csomó alapvető kérdés, ami pontosan olyasmik, amik miatt az emberek antropológusnak mennek, csak hogy én nem mentem antropológusnak, de azért egy kicsit engem is érdekelnek ezek a kérdések, és tök jó lenne egy olyan sorozat, ami tisztességesen belemegy ezekbe. És látjátok, eleve sorozatot mondok, mert szerintem ez olyasmi, amit nem lehet egy ilyen feature filmben, egy ilyen egész estés filmben kibontani, hanem ez egy több évadnyi dolog. És nyilván ez már létezik is, ez a sorozat, csak még nem láttam. Ez a műfaj, igen, ez annyira gazdag, hogy nekem, én topzódom ebben a jobbnál jobb filmek vannak ebből. Valahogy kevés az olyan, hát hogyha eltekintünk a B kategóriától, akkor szerintem minden szerzőnek jó gondolatai vannak, akik erre az útra mennek. Nekem itt a közelmúltból a Death Stranding című videójáték, ami egy nagyon egyedi posztapokaliptikus setting, akkor ez a The Road, ez is egy eddig szerintem soha nem látott, bár már egy 10 éves film, de én azóta se láttam ilyet. Mad Max nélkül nem újjon el műsor, hogyha posztapokaliptikus témáról van szó, azt is jó filmnek nevezném. Én nem, ha valamit írnék, akkor szerintem én nem rúgnék már itt labdába, mert én olyan kreativitást látok ebben a mezőnyben, hogy eszembe sem jutna kitalálni ilyet. Jó, nyilván, igazad van. Úgyhogy kérdezzük vissza akkor Ádámot, mert ő is egy csomó mindent látott. Ő sem élt egy kő alatt. Amit Miklós, te fölvázoltál filmet, vagy sorozatot, az nagyjából filmben már létezik ez az emlékek őre.
című film. Egy kicsit máshogy, mint ahogy te fölvázoltad, aki esetleg látta a hallgatók közül, az, az biztos, hogy, hogy összekapcsolta a kettőt. Nagyon érdekes megközelítése egy ilyen posztapokaliptikus helyzetnek, és az azutáni helyzetnek, hogy az Emlékek Őre című filmet mindenképpen javaslom neked is, Miklós, és mindenkinek, aki még nem látta, de nyilván, ahogy a Mad Max, ahogy Csabi is említette, a Mad Max kimaradt azért a beszélgetésből, kimaradt a Százak, a Visszatérők című sorozat, a The CW TV sorozata, ami egy kicsit lagymatagabb, kis tini sorozat, ha így mondhatom, már ezzel biztos sokakat megsértek, de hogy nyilván nem az a kemény vonalas, nem ez Stalker, tehát hogy nem ez a vonal, de ott is gyakorlatilag egy világvége szituáció után vagyunk, amikor kiderül, hogy nincs is vége a világnak, úgyhogy sok mindent lehet nézni, ahogy Csabi is mondta, hát topzódni lehet az ilyen filmekben, sorozatokban, akár még irodalomban is. Úgyhogy végehez értünk, mint a világ ennek a műsornak. Úgyhogy pre-apokaliptikusan megnyitjuk a posztapokaliptikus viszonyokat itt a műsor végén. Úgyhogy most megesszük egymást. Sziasztok, kedves hallgató! Szóval, ha a kollégák hagyják, hogy szépen lezárjam a műsort, akkor elmondom még, hogy amennyiben tetszik a munkánk, és amit csinálunk, vagy ahogy próbáljuk a tudományos és fantasztikus dolgokat megismertetni veletek, vagy erről közösen beszélgetni, akkor adományotokkal nagyban segíthetitek a mi munkánkat a donate.emtv.hu oldalon, lehet PayPal-on keresztül adakozni, és minden forintnak örülünk, és nagyon-nagyon szépen köszönjük. Emellett pedig még nagyon fontos, hogy mostantól, illetve már az előző alkalomtól fogva minden szokolébresztő felkerül a Parallaxis Podcast SoundCloud csatornájára, erről rengeteg hirdetést találtok, vagy ilyen kis képet a Facebook oldalunkon rendszeresen kiírjuk, de a SoundCloudon a Parallaxis Podcast nicknév alatt kell minket keresni, és ott nem csak ezeket a Parallaxis Podcast epizódokat, hanem a Tilos Rádióban hallható szokolébresztő epizódjait is meghallgathatjátok, ugye, aminek egyik, sőt a Leader műsorvezetője, ha fogalmazhatok így, ugye Miklós, aki ott MZ/X, Dr. MZ/X néven jelentkezik, ugye, ha jól tudom. Úgyhogy olvassatok minket Facebook oldalonkon is, kövessetek, illetve a blogunkon is, a parallaxis.emtv.hu oldalon mindig megtaláljátok a aktuális adásainkat, illetve az ahhoz tartozó cikkeket is, és emellett pedig tudományos és fantasztikus hírekkel is jelentkezünk gyakorlatilag szinte naponta, úgyhogy mindig van izgalmas, tudományos és fantasztikus olvasnivaló. Az oldalainkon keressetek, olvassatok minket, szóljatok hozzá, kommenteljetek, minden feedbacknek örülünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok a mai alkalommal is. Legközelebb október 29-én délután 6 órakor jelentkezünk új műsorral, egy speciális, különleges adással jövünk akkor. Addig pedig további kellemes podcast hallgatást kívánok nektek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az űrszekerek.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol, nézel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott Parallaxis csapatát. Kattints a donate.emtv.hu oldalra, és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem merészkedett. Köszönjük! Donate.emtv.hu